Jó estét kívánok, kedves nézők! Talán az egész forduló és talán az egész idény egyik legjobban várt rangadója következik most. Sajnos nem ilyen szurkolók előtt, egyébként ez a kép pont Székesfehérvárot készült a szolnoki szurkolótáborról. Talán éppen a legutóbbi mérkőzésen, de hogy a közelmúltban az egészen bizonyos. Ugyanis hát nyilván Vojvoda Dávidról szól majd ez a mérkőzés. Talán nem feltétlenül elsősorban, de mindenképpen, hiszen ő éveken keresztül itt volt Szolnokon, valóban közönségkedvenc, itt volt négyszer bajnok, volt négyszer kupagyőztes, és választották háromszor az év magyar kosárlabdázójának. Szóval egészen fantasztikus pályafutás volt az övé Szolnokon, hogy aztán eligazoljon az Albába a rövid olasz kitérőt követően, amit a szolnoki szurkolók egy része nagyon nehezen bocsájtott meg Vojvodának, és talán ezért is, sőt, egészen biztosan ezért is nagyon pikáns rangadó lett volna, hogyha teltház van a tiszaligeti sportcsarnokban. Na de nincsen, ettől függetlenül szerintem odahaza a TV képernyők előtt nagyon-nagyon sokan szorítanak, mind a szolnoki olajnak, mind pedig az Alba Fehérvárnak, hiszen két olyan csapatról van szó, amelyik, hogyha az elmúlt hetek teljesítményét nézzük, akkor pazar formában van. Földházi Tamás, Tóth Cecília és Söjtői Tamás lesznek a mérkőzés játékvezetői, és visszatérve akkor a csapatok formájára, hogy a Falkó vezeti jelen pillanatban a magyar bajnokságot, a Szolnok második, az Alba harmadik, tehát ennél nagyobb rangadót nem is nagyon tudtunk volna választani. A Szolnoknak 6 győzelme és 1 veresége van, az Alba pedig egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, 5 győzelem és 1 vereség a mérleg. A Szolnoknál tulajdonképpen teljes a keret, és ez azért fontos, mert ők a padról nagyon jól tudnak beszállni a meccsben, nagyon hosszú a rotációs lehetősége Gaspar Potocsniknak, és miközben a Warner, Badzim, Csakarun, Subotic 4-es rengeteg pontot hoz, azért a kispadról bejövő játékosok is bőven hozzáteszik a magukét a csapat összteljesítményéhez. Ami pedig az Albát illeti, itt is azért vannak még mindig hiányzók. Az előző ASE elleni mérkőzéshez képest egyébként annyi változás van, hogy Frank Turner már ott van a csapatban, illetve Csorvási Milán is. Turnerrel kapcsolatban annyi friss információt hadd mondjak el, hogy a bemelegítés végén beszélték meg Forrai Gáborral, hogy akkor mi legyen majd a folytatásban, hogy tudja-e vállalni a játékot. Az én információm az, hogy Turner tudja vállalni a játékot. Csorvási pályára lépésére azért vajmi kevés esély van, és Luka Markovics továbbra sem áll a rendelkezésére Forrai Gábornak. Ami a két csapat teljesítményét illeti, a Szolnok, ha már ők vannak a képen, egy nagyon kompakt csapat. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy talán előrébb is járnak csapatépítésben, mint az Alba, és hogy ez nem légből kapott gondolat pusztán, azt maga Forrai Gábor is megerősítette, aki a mérkőzés előtti nyilatkozatában azt mondta, hogy ennek a mérkőzésnek inkább az Alba az esélyese. Ugye minden poszton nagyon jól képzettek, gólerős technikás játékosok vannak, nagyon jó a szerzett labdából átmenve a gyorsindításos, tranzíciós játékuk, alsó poszton kifejezetten technikások és erősek, jó kettő-kettőzők is természetesen. Szóval érdekes lesz ez szakmai szempontból mindenképpen, hiszen valóban lehet, hogy azt mondta Forrai Gábor, hogy Gaspar Potocsnik együttese az esélyesebb, de ne felejtsük el, hogy az Alba a legutóbbi tévés mérkőzésen azt az atomerőműt tudta megverni, amely addig 10 mérkőzésből 8-szor nyerni tudott, és az Alba 4 felnőtt játékossal és ifikkel kiegészülve mégis le tudta győzni hazai pályán az atomerőmű gárdáját. Úgyhogy meglátjuk, semmi nem biztos, minden esetre talán fölösleges is ennél többbe belemenni a mérkőzés előtti esélylatolgatásban, mert úgyis minden a pályán dől el. Az egészen biztos, hogy a Szolnoknak a fanatikus szurkolótábora az nagyon fog majd hiányozni. És Várner is megérkezett az utolsó pillanatban, ő futott be utoljára a szolnokiak közül a pályára. A Szolnok egyébként az atomerőműtől kapott ki még a második mérkőzésén a szezonban, és aztán a Deacot, a Szegedet, a Kaposvárt, az Oroszlányt, a Pécset és a Jászberényt egyaránt megverte, de nem játszottak még nagy rangadót, tehát se egy Falkó meccs, se egy Körmend meccs, se egy Alba meccs. Ez egy igazi fokmérője lesz tehát az olajbányásznak, hogy hol tart jelen pillanatban, és nincs meg az első kosár. Van viszont támadó lepattanó, aminek végén
Subotić meg is szerzi azonnal az olajnak a vezetést. Ami pedig az Albát illeti, hogy az Oroszlánytól kikaptak a Pécset, a Zetét, a Deacot, az atomerőművet, illetve a Körmendet is legutóbb sikerült megverniük. Davis egy hárassal válaszol. Nagyon jól dob mind a két csapat kintről, erre külön szeretném fölhívni a figyelmet. A Szolnoknál ugye vannak extra triplázók, például Badzim, aki 47%-kal dobta eddig a bajnokságban a triplákat, de az egész csapat egyébként 40% körül dob, ami elképesztően jó. És az Albánál ugyanez a helyzet, hogyha a százalékokat nézzük, közben itt Balsait láttuk a képen, a csapat szinten az Alba is 40%-kal dobja a triplákat, nyilván Vojvoda, Davis, Curry és Lukács elsősorban, akik vállalkoznak. A Szolnoknál pedig Warner, Badzin vagy éppen Subotić, de Pongo, Rudner és Zsíros ugyanúgy tud kintről dobni. Balsai bátran tört be és lepasszolja Ahmadnak. Szép kosár. Jó volt a helyzet felismerése Balsainak, hogyha ezt fölteszi, akkor könnyen lehet, hogy betakarták volna. Így viszont tökéletes választást hozott a fiatal fehérvári játékos. Warner. Curry azonnal visszalépett rá. Két ember mellett próbál Warner, és nem jól tette föl, elpiszkálta onnan a labdát Csakarun, így aztán az Alba jöhet majd. Csakarunra külön fölhívnám a figyelmet, ő már tavaly is a Szolnokban játszott. A magyar mezőnyben ritkán látni hozzá hasonlóan jól képzett technikás játékost, igazi délszláv kosárlabda nevelés, a jugoszláv kosáriskola, és ezt én mindig nagyon nagyra tartom. Lepattanó közben Subotićnál, aki a Szolnokban 11 pontot átlagolt eddig. Ugye Warner 16, Badzin 14, Csakarun 12, Subotić 11 pontot átlagolt. És akik jönnek, például Kovács, aki most dobott kintről, ők is közel vannak a 10 ponthoz, és erre mondtam azt, hogy nagyon hosszú a Szolnok padja. Kovács, Pongó, Rudner, Juhos, Pallai, Zsíros mindannyian jól tudnak beszállni a játékba. Vojvoda! Eladja a labdát, nincsen egyelőre létszám fölénye a Szolnoknak. Warner, ez is rövid lesz, ugyanúgy, mint az előbb, van viszont egy lökés bent a festékben. Kasper Potocsnik, a Szolnokiak vezetőedzője, amikor beszéltem vele a mérkőzés előtt, elmondta, hogy ahhoz, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, ő úgy érzi, hogy nem csak védekezésben, hanem minden szegmensben jól kell majd teljesíteni, és hogy az Alba egy nagyon jó játékos, állománnyal rendelkező együttes. Minden esetre azt mondta Potocsnik, hogy ő annak örült, hogy a játékosok elsajátították a védekezés fontosságának filozófiáját, ami az ő edzői alapvetése. És egy gyönyörű lepattanó szerzés Bojan Subotićtól, aki már a rutinosabb évjáratba tartozik a maga 30 esztendejével. Vojvoda lerázza magáról Kovácsot, és dob egy elképesztően szép triplát. Vojvoda 21 pontot átlagolt eddig a mérkőzéseken. Davis 18, Turner 17, Ahmad 16, Curry 16. Ez az Alba legjobb dobóinak átlaga eddig. Szép betörés, és egy elképesztő szerelés Balsaitól. Csodálatos volt ez a mozdulat. Vojvoda meg elhagyja a labdát, és ebből egy könnyű zicser lesz majd, amit értékesít is Subotić. Így aztán ő már 6 pontos, az Olajbányász mind a 6 pontját ő szerezte. Curry korábban a Falcó játékosa volt, és most Rudner védekezik rajta. Curry még mindig, nagyon nagy labda lett volna, hogyha Ahmad ezt el tudja kapni. Túl közel voltak egymáshoz, és nagyon erős volt a passz. Ez pedig itt Vojvoda labdavesztése volt, amiből gyorsan le tudott fordulni az Olaj. Warner. Csakarunnal 2-2-znek fönt. Kovács. No, de szépen végig tudja vinni. Nem volt a gyenge oldalról senki, aki belépjen, és ő pedig könnyen megverte Vojvodát a szélről. És aztán védekezik is Vojvodán, akivel hosszú éveken keresztül csapattársak voltak. Elváltották Subotićcsal, így aztán Davis mismatchben van most Kovácssal. Davis még. Azt nézi, hogy kinek tudja kiadni a labdát, Ahmadnak, és onnan bedobja a második hármasát
az Alba. Ahmad is, ugye hiába magas ember, kifejezetten szeret kintről dobni. És az Alba cserélni fog majd, és Frank Turner, valamint Omenaka is jön. Ugye Turner hosszabb sérülést követően tért vissza, és ahogy említettem, a bemelegítés után dőlt el, hogy ma tudja vállalni a játékot. Warner! Ahmad lábáról pattant ki. 14 másodpercről indul majd a támadóidő. Ahmad lemegy, Omenaka jön a helyére, és Vojvoda is lemegy, akit tehát Turner vált. Turner 17 pontot átlagolt eddig a meccseken, ahol játszott. Kifejezetten jól mutatkozott tehát be az Albában. Csakarun. Eladott labda a Szolnoknál. Csakarun és Davis párharca nagyon érdekes lesz, mert két elképesztően jó fizikummal megáldott négyes játékos csatáját láthatjuk majd. Cserél közben a Szolnok is, és Pongó érkezik Warner helyére a Szolnokba irányítani. Az a Pongó, aki egyre jobban megtalálja a helyét ebben a Szolnokban, és ő is nagyon jól dob kintről, ahogy Forrai Gábor elmondta, akinek egyébként 9 évig volt játékos a Kecskeméten, a magyar mezőny egyik legjobb magyar irányítójáról van szó. Falt közben betörésnél maradhat természetesen az Albánál a labda. Turner. Omenaka. Balsai. Rudner megizzasztotta eléggé. Davis kérje a labdát, de már csak 5 másodperc van. Davis még. Magas ívben kivezetett félhorog volt, és Omenaka a túloldalon ment a lepattanóért, és Subotić volt, aki csak szabálytalanul tudta megállítani. Vojvodát természetesen nem sokáig pihenteti Forrai Gábor. Azonnal jön vissza Lukáccsal egyetemben. Lukácsnak is van egy kisebb sérülése, de vállalta a játékot. Balsai és Köri jön le, míg a Szolnoknál Zsíros érkezik Subotić helyére. Ez nagyon fontos lesz majd, a rotáció ezen a mai mérkőzésen. És ebben érzésem szerint egyébként erősebb lehet a Szolnok. Davis. Turner. Zsíros vele szemben. Turner. Lukács. Remekül szerzett lepattanót. Nagyon messze vannak egyelőre a gyűrűtől az albások. Davis. Azt ő végig fogja most már vinni. És be is fejezi. Omenaka azért még rásegített, de a kosár az természetesen Davisé. Aki szintén jól kezdi ezt a mérkőzést. Nem, Omenakának írják a 2 pontot, pedig azt hiszem, hogy magától is beesett volna. Egy szép backdoor, Kovács, nagy labda, és egy szép befejezés Csakaruntól. Subotić montenegrói, Badzim és Csakarun pedig horvát a szolnokiaknál. Vojvoda! Újabb triplába áll bele, és ez is jó. Hát ez hazai pálya Vojvodának, még arra is van ideje, hogy kinézzen földházi játékvezetőről, hogy esetleg nem volt-e falt közben. Vojvoda a második tripláját süllyesztette el. Pongó! Zsíros le Rudnernek a sarokba, nincsen rá tripla válasz. Davisé a lepattanó. 16 pontot dobott az Alba idegenben 7 perc alatt, ez mindenféleképpen remek teljesítmény. És egyelőre az olaj az, amelyik szalad az eredmény után. Hú, mekkora szerelés volt ez! Csakarun! Visszajön Curry az Albába, Davis helyére, és 2 cserél Potocsnik is, jön Badzim, a tripla dobójuk, illetve jön Pallai Tamás, egy nagyon tehetséges szolnoki fiatalember, aki hamar a szolnoki szurkoló kedvencévé vált. Ő is nagyon sok poszton használható, remek keze van kintről, nagyon jól tud dobni. És most egy labdaszerzés, Csakarun. Curry elé áll ugyan, és nincs góljófalt, 2 büntető van helyette. Curry csodálkozva nézi, hogy ez miért volt falt. Hát, lehet, hogy nem volt. De hozzáért a kezéhez, de. Csakarun eddig 12 pontot dobott a magyar bajnokságban átlagban meccsenként. Ez
Most 3-nál tart ezen a találkozón. Curry. Éppen Pallai Tamás mellett akarja elhozni a labdát. Szép a leosztás, Omenaka és Pongo jut oda a kezére, jöhet majd a két büntető. Curry pedig reklamál a játékvezetőknél, hogy szerinte Pallai már eleve faltolta őt. És Gaspar Potocnik, aki korábban a Körmend vezetőedzője is volt. Omenaka első büntetője lejön. 3 perc van hátra az első negyedből. Ez is rövid volt ugyan, de behullott. Pongo. Megvárja, míg rendeződnek a társak, közben Warner már jönni fog majd a Szolnoknál be hamarosan. Pongo betette ugyan a labdát Csakarunnak, de ott sokan voltak, ez meg így lépés. Badzin. És akkor most jöhet Warner vissza a Szolnokba. Pongo helyett. Turner. Egyelőre még pont nélkül az Alba irányítója. Vojvoda. Maradhat a labda a vendégeknél, ahova Davis érkezik majd pont Turner helyett, úgyhogy egy magasabb szerkezetre vált az Alba, és Curry fog majd irányítani. Vojvoda. Ez a dobásfajta az egyik specialitása, most viszont rövid volt. Curry majdnem labdát szerzett. Badzin. Tiszta dobó helyzet a sarokból Zsírosnak. Meg is van a tripla. Curry. Davis. Vojvoda. Visszalépett, de most nem volt dobó helyzete. Nyilván Vojvodára extrán odafigyelnek. Pallairól vállalta most el, és ez is bemegy Vojvodának a 3. triplája onnan. Hát az ilyen kaliberű játékos ritka, mint a fehér holló a magyar mezőnyben. Egészen elképesztő keze van Vojvoda Dávidnak. Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne 6-7-8 méterről, emberről, hogy dobálja a 3 pontosokat. Mint ahogy Csakarunnak is, nagyon természetes, hogy a festékben ő a király, ő az úr. Egyelőre semmit nem tudnak csinálni Csakarunnal, 6 pontnál tart már. Ugye Szubaticsnak is 6 van az olajnál, és föl is jönnek 3 pontra, de az Alba már 20-at dobott közben. Curry, Davis, Ahmad. Megy a saját pattanójáért, de azt elhalászta Warner. Badzim. Okosan tovább tette, és Csakarun pedig ezt is bedobja. Faltot reklamálnak a szolnokiak, de néma maradt a játékvezető sípja. Vojvoda, akit ezúttal Pallai próbál megállítani, de ezt nem lehet, és Pallai faltolt. Ez volt a Szolnok 5. csapatfaltja, hogy jöhet a 2 dobás, és Juhos Levente. Egy válogatott center érkezik Csakarun helyére a Szolnoknál, ez pedig egy Zsíros triplája volt. A Vojvoda pedig büntetőzhet, és elsőként a játékosok közül elérheti a 10 pontot. Ez meg is történik. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Alba pontjainak a felét ő dobta. 3-ból 3 tripla. Eddig a mutatója Vojvoda Dávidnak. Fél perc van hátra az első negyedből. Nagyon szép volt Badzinnak az elszakadása.
Zsíros, az előbb onnan dobta be a hármast, ez most lejön. Juhos viszont visszaszerzi a támadót. Badzim, ez is rövid. És bőven van ideje az Albának, nem kell rohanni, mutatja is Forrai Gábor, hogy csak nyugodtan. Így aztán Curry megáll, hiszen végig támadhatják a negyedből hátralévő időt. Vojvoda. Elváltották. Zsíros, Vojvoda hátralép. Rövid volt a dobás a szorongatott helyzetben, amúgy is lejárt volna az idő. Ez volt Vojvoda első rontott triplája, de hát azért lássuk be, hogy ez nem volt igazán jó dobóhelyzet. Minden esetre 22 pontot dob az Alba idegenben a Szolnoknak. Nem nagyon szokott senki ennyit dobni a szolnokiaknak. Úgy általában a Szolnok azért 80 pont alatt szokta tartani az ellenfeleit, hogyha a mérkőzés egészét nézzük. Persze ez még lehet. Azt azonban el kell mondani, hogy az Alba egyelőre extrán teljesít kintről, elsősorban Vojvodának köszönhetően, még a Szolnoknál ugye Csakarun és Subotić viszik a prímet. Lehet látni, hogy az Alba két pontosokat sokkal rosszabbul dobja, mindössze kettőt dobtak be, míg a Szolnok hetet, viszont a tripláknál elképesztő különbség van, már 5 triplát dobott az Alba, 15 pontot, tehát a 22-ből 15-öt a triplából szereztek, ez a pontjaiknak a kétharmada. Emellett a lepattanóban egy hajszányival jobb az Alba, és egy gólpasszal többet adtak a vendégek. Azért azt is hozzáteszem, hogy könnyen lehet, hogy nem fog tudni minden negyedben 5 darab triplát elsüllyeszteni az Alba, azért ez bőven benne van a játékban, mint ahogy az is, hogy a Szolnok tripladobó mutatója föl fog majd javulni. Minden esetre, ugye Vojvoda Dávidról tudjuk, hogy ha ő elkapja a fonalat, akkor nagyon nehéz őt megállítani. Ugye 21 pontos átlaga volt eddig a bajnokságban, de hogyha így folytatja, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a 30-at is eléri. Davis is nagyon jól használja ki a testi adottságait. Igen, itt Omenaka volt, aki még behúzta a gyűrűbe a labdát, hozzáért. Jön tehát a második 10 perc, és Balsai dobhatja majd be a labdát. Nehezen tudják bedobni, aztán Vojvoda megoldja. Davis. És most Vojvoda irányít. Davis egyből kapja vissza a labdát. Zárás helyett egy belépés, egy nagyon tudatos játék. És picit elaludt most a Szolnok védekezésben. Warner. Pallai tovább. Juhos. Falt Vojvodánál. Ott maradt alsó poszton Juhossal, mismatchben. És valóban faltolt. Ez volt itt Davis belépése. Warner elaludt, Juhos pedig már nem ért oda. Badzim. Alapvonal felé. Nehezen tudta megoldani. Szolnokiak megint faltot reklamáltak, és érzésem szerint nem ok nélkül. Oly, de veszélyebb belépés volt. Warner érkezett. Curry. Pallai mellett. Curry még. Eladja a labdát. Jól védekezett Zsíros. Warner. Újabb zicser. Kezd fölzárkózni az olaj. Nem, mint hogyha túl nagy lett volna a hátrány, persze. Davis. Zsíros mellett simán be tud sétálni, viszont az icert meg nem tudja bedobni. Pallai. Badzim. Pallai nem merte fölvállalni, hogy föltegye a labdát, inkább kipasszolta. És Warner kezd belelendülni, nem is akár hogyan, már 6 pontnál tart. Gyakorlatilag 2 percen belül dobálta ezeket. És ezzel átveszi az olajbányász a vezetést. Balsai. Szépen fejezte be. Érzésem szerint ez is
falt gyanús volt, igazán fújhattak volna rám. Legalábbis nem lett volna ördögtől való. Warner. Pallai. Alsó poszt, aztán Pallai elfújt, ott marad Jós, és be is fejezi szépen Ahmad mellett. Kezd feljavulni az olajbányász játéka, és most, hogy nincsenek kinti dobásai az Albának, nem is vezetnek. Curry. Juhos ismeri el. Kettős csere a Szolnoknál, visszajön Subotić és jön Rudner. És itt van a három Warner kosár egymás után. Ezek most az ő pillanatai voltak. Ez különösen nehéz volt és szép, amit itt csinált. Vojvoda. Egy pontos szolnoki vezetés tehát, Ahmad, ott meg már megállítani nem lehet. Nagyon jól veszi észre az Alba és használja a mismatcheket, hogyha rosszul vált a Szolnok védekezésben. Subotić, Rudner érkezett, Warner, Juhos, kiveszik a kezéből a labdát, Vojvoda. Rudner mellett. Vojvoda még, inkább kipasszolja. Davis. Megugrasztotta Juhost, így közelebb tudja hozni, és szép a befejezés. 7 pontos ezzel Davis, ugyanannyinál tart, mint Ahmad. És ugye Vojvoda 11, rajtuk kívül csak Omenekának van 3 pontja, és Balsainak 2. Warner. Balsai lefaltolja. Hogyha ott hagyják Balsait Warnerrel, hogy egyegyezhessen az amerikai, akkor azzal nem fog jól járni az Alba. Az olajba jön Kovács, Badzim helyett. Ugye Badzim egyelőre még nem dobott kosarat, Warner mögött pedig ő a maga 14 pontjával a második legeredményesebb volt eddig átlagban a Szolnoknál, egyelőre azonban még nincsen pontja. A Szolnok egyébként ebben is bízhat, hogy Badzim is elkezdi a gólgyártást. Warner. Kovács. Balsai mellett ő is, és ő is kiharcol egy faltot Balsain, és jöhet a két büntető. Szerintem nem sokáig maradt fönt. Vojvoda lejön, Ahmad is lejön. Omenaka és Turner érkeznek. Ugye most visszavette az Alba a vezetést, megint 3 pont oda, hogy kellenek az olajnak Kovács büntetői, vagy kellenének. Az első azonban kimarad. Turner. Curry. Curry még. Omenaka ott volt bent. Leütötte még egyszer a labdát. Ez biztos, hogy falt volt. Jöhet megint a két büntető. Csak labda, mondja Juhos Levente. Hát ez itt elevelökés volt. Kezdjük azzal. És valóban Juhos utána a labdát ütötte. De előtte volt lökés. Az előbb kiadta az első büntetőjét Omenaka, most nem teszi. Eddig kiválóan teljesít. 5 pontos átlaga volt eddig az Albában, ha most ezt a büntetőt bedobja, már pedig beesik, akkor már megvan az 5 pontja. Annyit dobott már 14 perc alatt, mint amennyit egyébként eddig meccsenként szokott. Kovács. Jön Subotić a másik oldalon, második szándékból meg is kapta a labdát végül. Warner, ott hagyják egyegyezni Turnerrel. Warner kifelé ugrik,
röviden teszi föl, Csakaruné a lepattanó, és pont mikor kirántotta volna Davis kezéből, akkor állította meg a játékvezető, de a Szolnok a kedvezményezett. Balsai helyére pedig jön vissza Lukács, ezúttal az Alba cserélt. Hát nagyon sajnálom, hogy nincsenek nézők, mert ez egy fergeteges hangulatú meccs lehetett volna. Szerintem erre tuti, hogy kijöttek volna 2000-2500-an is Szolnokon. Óriási három pont a Szuboticstól. Turner. Kettő pontra fölzárkózik a Szolnok megint. És egy újabb eladott labda. Warner nem fogja ő azt lepasszolni, viszont nem is dobja be, és kiesik a pályáról, úgyhogy létszámfölényben van az Alba, viszont Rudner pontosan tudta ezt, és taktikai falt a fél pályánál. Úgyhogy fél pályától jöhet majd az Alba. Itt volt Warner, ahogy fölteszi röviden, és ahogy nekiesik az operatőr kollégánknak. Zónázik, egy 2-3-as zónába állt be a Szolnok, hát ha ezzel sikerül meglepni az Albát. Köri, a sarokban Lukács tisztán, be is dobja a három pontos. Ebben a negyedben ugye kevesebb tripla ült az Albánál, úgyhogy ebből a szempontból nekik ez most nagyon jókor jött. És csak jelzem, hogy Vojvoda Dávid már itt ül a cserepadon, és ő is érkezni fog majd vissza. Szubotic. Üres volt a sarokban, nem vették észre Rudnert. Csakarun. Omenaka mellett. Csakarun még mindig. És ki fog jönni ellenben, leszette Rudner. A labda viszont mégis az Albáé. Köri helyett jön Vojvoda Dávid a vendégeknél. Hát ez is egy izgalmas támadás volt. Öt pontos vendégvezetés. Rövid ideig tudta csak átvenni a Szolnok az irányítást eddig a meccsen. Vojvoda. Keresi a betörés lehetőségét. Davis ugyanez. Két emberrel a nyakán eldobja. Warner lepattanózik. És létszámfölényt csinálhatnának, ha nem önzőzne Warner, és ez pedig könnyen lehet, hogy sportszerűtlen falt, így is van. Vojvodát akarta megállítani. Eléggé látványos módon Warner miután elhagyta a labdát. Harag persze nincsen. Miért is lenne? 4 perc van az első fél időből hátra, Vojvoda dobhat majd. Azért Vojvodának sem jön most össze annyi pont, mint az első negyedben. De immár ezzel a két értékesített büntetővel 13 egységnél tart. És utána még oldalról jöhetnek. Lukács. Turner, Pongó remek védekezésével alig tudta átvenni a labdát, és éppen lejárt volna a támadóidő, amikor Pongó faltól, Turner dobhat majd kettőt, és jöhet a büntető. És ugye elmondtam, hogy a Szolnok a második, az Alba pedig a harmadik, úgyhogy nyilván nem csak a Szolnok és a fehérvári nézők nézhetik ezt a meccset, hanem például Szombathelyen is árgus szemekkel figyelhetik, hogy a két nagy rivális, akik mögöttük vannak a bajnokságban, mire megy egymás ellen. Ez tényleg igazi rangadó a magyar kosárlabdában. De most sajnos hozzá kell szoknunk, hogy nem lehetnek nézők. Turner. Ez volt az első pontja, amit az előbb bedobott, és a másodikat nem tudja rátenni. Viszont 8 ponttal meglógott az Alba, ennyi előnyük még soha nem volt. Pongó. Inkább visszafordult. Csakarun adja neki a labdát, de aztán befordul a gyűrű felé. Zseniális helyzetfelismerés volt a horváttól. Ezzel visszajön 6 pontra a Szolnok. Turner. Lukács. Omenaka.
ott hagyják, próbálja meg megoldani, és Csakarun meglöki őt. És ez azt jelenti, hogy dobhat folyamatosan az Alba, hiszen bár még több mint 3 perc van a fél időből, de megvan az 5. csapatfajtjuk. Csakarunnak ez volt, de Szubotica fújták, ez volt a 2. faltja, ugye Pongónak is 3 van, Rudnernek 2, sokkal több faltja van az olajbányásznak. Gyorsan számolom, 2, 4, 6, 8, 11 faltja van már a Szolnoknak, ezzel szemben 5 az Albának. Azt reklamálják a szolnokiak, hogy miért Szubotičnak fújták be a faltot és írták be. De most javítanak, igen, mert Csakarun kapta. Úgyhogy Szubotičnak marad 1 faltja, és Csakarunnak pedig ez volt az első. A 2. bent. Ezzel egyetlen 1 pontra az Alba 40-től. Pongó. Kovács. Turner volt szabálytalan. Aki ezen csodálkozik, a kispadról szólnak neki, hogy ne reklamáljon. Badzim jönne vissza a Szolnokba, és nem csak jönne, hanem jön is Kovács Péter helyett. Rocco Badzim, aki egyelőre még nem dobott kosarat. És aki pedig a 2. legeredményesebb szolnoki volt eddig a bajnokságban. Szubotič kifelé passzol. Tiszta dobó helyzet. És ott van a tripla Rudner Gábortól. Rudnernek ez volt az első kosara. Ahmad. A Vojvodát folyamatosan elváltják a szolnokiak. Mindegy, hogy kimarad vele, csak válthassanak. A labda marad az Albánál, viszont már csak 2,4 másodperc van a támadó időből. Ez pedig itt Rudner triplája volt. Nagyon sok jól dobó, tehetséges fiatal játékos van a Szolnoknál. Omenakának szánt labdát eladják. A Szolnok megszerzi, Pongó hozhatja. 2,5 perc van az első fél időből hátra. Omeneka váltott ki rá. Szubotič, rövid volt, Lukács kezében a labda. Curry. Curry, onnan dobálta Vojvoda a triplákat, és onnan dobálja Curry is a 3 pontos. És erre aztán időt is kér most már Gaspar Potocnik. Most már azért úgy érzi szerintem ő is, hogy kezd sok lenni ezekből a 3-asokból. Ezekkel operál az Alba folyamatosan, és nem is teszik rosszul. 42-35-ös vendégvezetés. Now free, now we not play the free, okay? Because they switch and we lose the time. Hey, hey guys! We want to play pick and roll against for the number 11, Subotic, okay? Because he will switch and a fast pass to 2-man side and we let me see the inside, but pass back and we like rhythm change, hesitation to penetrate a 1-on-1 because he can't defense, he can't play defense. És amíg hallgathattuk Forrai Gábort, itt pedig látjuk Gaspar Potocnikot, hadd mondom el, hogy 9/7 az Alba tripla mutatója eddig, tehát 78%-kal dobják. Amiben a Szolnok sokkal jobb, az a festékből szerzett pontok aránya, 24-12 a Szolnoknak. A Szolnok egyébként 3 bedobott triplánál tart 9 kísérletből, tehát ugyanannyit dobtak rá 9-et, mint az Alba, csak az Albánál 7 ment be, a Szolnoknál 3, ez egy komoly különbség. Egészen pontosan 12 pontos különbség e tekintetben. Illetve az Alba 10 pontot hozott a padról, a Szolnok 5-öt. Tehát itt meg 2-szer annyit hozott az Alba. Néhány kis érdekesség. 2 perc van hátra az első fél időből. Nagyjából eddig azt kaptuk ettől a meccstől, amit várhattunk. Szubotič. Warner. Pallai tisztán.
de nem dobja be. Curry pedig megszerzi a lepattanót. 9 vagy akár 10 pontra is növelheti az előnyét az Alba, attól függően, hogy milyen kosara dob, ha dob. Curry kicsit dadogott a kezében a labda. Davis egyből vissza Currynek. Újabb betöréssel próbálkozik. Nagyon szép volt a védekezés. Abszolút létszámfölény. Warner és Csakarun nem dobja be, azért, mert Ahmad faltolta. Időt kér majd Forrai Gábor. És Csakarun pedig dobhat majd 2 büntetőt. Játékvezetők azon tanácskoznak, hogy meg kéne adni a kosarat, megvideózzák a történetet. Ugye attól függően, hogy mikor érte a palánkot a labda, és hogy mikor történt a szerelés, ez lehet majd a döntő momentum. Úgyhogy ha meg tudjuk nézni mi is, akkor annak örülünk. Itt asztja le. Ugye nem érte el a labdát egyébként Ahmad. Tehát én szerintem ez így nem jó kosár. Ugye a palánkról visszajövő labdát, ha leütötte volna Ahmad, az úgy kosár lenne. Megszületett a döntés. Jó a kosár. És akkor plusz 1 van. Időkérés, ebbe maradunk. Akkor lehet, hogy úgy látták, hogy hozzáért Ahmad keze. A lot of time a dribbling like a one man show. So move the ball, pass the side. Let me see the inside. And after pass back, like a give and go pass, penetrate and kick. Because they come help, always open the corner. Back screen, move, okay? So me teammate, move the ball. And after the in-out catch and shot, okay? But not, over not, egy ember vezetett a labdát egy órán keresztül. Lehet, hogy azért adták meg végül, mert hogy a palánkhoz hozzáért Ahmad, a fehérvári játékos. Mert a labdához én szerintem nem ért hozzá, a palánkhoz igen, és akkor valószínűleg ezért adták meg. Voya, play pick and roll and swing the ball for you. Let's go, guys, let's go. Together, team. Alba. Let's go, guys, let's go. Watch the press break. Jöhet tehát akkor a plusz 1. Csakarun kiválóan játszik, 13 pontjával, most már Vojvodával holt versenyben a mezőny legeredményesebb játékosai. Lukács. Másfél percnél is kevesebb a hátralévő idő az első fél időből. Davis, az jónak tűnik, és jó is. Újabb tripla, immár a 8. Székesfehérvári 3 pontos, ami bemegy. Azért ez nem semmi így. Badzim visszakéri a labdát, most ő is beleáll egy 3-asba, de neki továbbra sem megy. Pallai legalább visszaszerzi a lepattanót. Uff! Lábat ért Omenakánál. Jöhet a szolnok. Warner akrobatikusan szinte előre bukfencezett a labdáért. Warner, percen belül vagyunk, gyönyörű bejátszás, Pallai fejezi be. Kifejezetten szép megoldásokat látunk mind a két oldalon, és abszolút nyílt a mérkőzés. Vezet általában folyamatosan az Alba, a Szolnok egyszer át tudta venni a vezetést, de alapvetően arról szólt az első fél idő, hogy az Alba vezet, és Vojvoda kihagy egy 3 pontost. Csakarun. Tőle meg elveszi Curry, és ezt be is tudja fejezni Zitzerrel. Ez most nagyon fontos volt, hiszen így 7
az Alba előnye, és nem pedig mondjuk három, hogyha a Szolnok dob egy sima zicsert ebből a szerzett labdából. Warner játszik az idővel. Érkezik Subotić. Kiabálnak, hogy váltsanak. Subotić. És bedobja a három pontost az utolsó pillanatban. Úgyhogy ezzel 43-47 az első félidő végén a Szolnok folyamatosan próbál visszakapaszkodni a mérkőzésbe, és sikerrel is teszik. Igazi három pontos párbajt láthatunk tehát, amelyből egyelőre az Alba jött ki jobban, egyelőre vezetnek is a vendégek, de semmire nincsen garancia. Mind a két negyedet megnyert eddig az Alba, ez viszont egy nagyon komoly fegyverténynek mondható Szolnokon, de ezzel együtt azt mondom, hogy ez még tényleg arra, hogy mi történik majd a második félidőben, ez nem garancia semmire. Péter Ágoston kollégám pedig próbál csinálni egy interjút Kovács Péterrel. Hát a bajnokságban eddig egyetlen meccsen sem kaptatok egy fél idő alatt ilyen sok pontot. Mi az, ami egyelőre nem működik? Igen, mondhatom, hogy mondtad, a kapott pontokból adódóan a védekezés, ugye az egy-egy elleni védekezés egyáltalán nem működik, könnyen vernek meg minket egy-egybe, nem ütjük be a taktikai fautokat, illetve a 2-2 védekezés sem úgy működik, ahogy eddig működött. Úgy volt, a Dáviddal oda-vissza űzitek egymást támadásban, védekezésben. Milyen ellene játszani a volt csapattársad ellen? Nem túl szerencsés, nem túl hálás feladat, nagyon jó játékos, de nyilván próbálom annyira levédeni, amennyire csak lehet. Köszönöm, egy kis pihenő után jön vissza a második félidő is. Volt hang? Jó volt?
szolnoki olajbányászban a Csakarun Subotic duó 25 pontot dobott a 43-ból, tehát a csapat pontjainak több mint a felét ők szerezték, és borzasztó erősek bent festékben. Ez alapvetően egyébként igaz a Szolnokra is. Ugye a tripláknál van nagyon nagy különbség, 73%-kal dobja az Alba, 11 kísérletből 8 ment be, és ebből 3 a Vojvoda Dávid nevéhez fűződik, ebből a 8 bedobottból. Több büntetőt is dobtak a fehérváriak, a Szolnok mindössze 5-öt dobhatott rá az első félidőben. A két pontosoknál is azért van különbség, ott annyi, hogy a Szolnok kétszer annyi duplát értékesített, mint az Alba, viszont hogyha az összdobó térképet nézem, akkor a Szolnoknál 34/18, az Albánál 27/15, tehát 7-tel kevesebbet dobott rá kosárra az Alba, és mégis egyel többel zárták az első félidőt, ez egy nagyon fontos adat. Továbbra is kétszer annyi pontot dob a festékből a Szolnok, 28-14 az arány, és ez elsősorban persze Csakarunnak és Subotićnak köszönhető, és ami még nagyon fontos lehet majd, az a rotáció, ugyanis a Szolnoknál 10 játékost forgatott meg Gasper Okorn az első félidőben, Gasper Potocnik az első félidőben, az Albánál pedig 8-at Forrai Gábor, és nem is várható, hogy olyan nagyon több játékos bele tud ebbe a történetbe szállni. Gasper Potocniknál viszont igen, és elég szépen sikerült is elosztani a perceket. Ugye Warner volt a motorja a szolnokiaknak, de csak 6 pontig jutott, Csakarunnak ugye 13 volt, és ami még szembetűnő, hogy Roko Badzim, a tripla specialistájuk egyelőre még nem dobott kosarat sem, 9 perc játék alatt volt 2 rádobása, mind a 2 tripla, egyik sem ment be, és ez nyilván hiányzik a Szolnoknál, meg hát nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy egy fél idő alatt 3 pont hiány 50-et kapjanak. Szóval érdekes lehet majd a folytatás. Viszonylag sok eladott labda volt, az Albánál 7, a Szolnoknál 5, az talán inkább jobban elfogadható, de ugye az is nagyon érdekes, hogy mind a két negyedet tudta hozni eddig az Alba, az elsőt 3 ponttal, a másikat pedig 1 ponttal tudták megnyerni. És igaz, hogy a Szolnok a második negyedben már szintén 20 pont fölé jutott, de így sem tudta megnyerni ezt a negyedet. Érkezik vissza az Alba, Curry, Turner, Ahmad, Vojvoda és Davis. A másik oldalon jön Warner, jön Badzim, jön majd Kovács, Csakarun és Subotic. És Curry dobhatja majd be oldalról a labdát. Mindenki megvan, teljes a létszám. És akkor nézzük, hogy hogyan alakul majd a rangadó. Turner. Vojvoda végül nem adott elzárást. Davis, ő viszont nagyon sokoldalúan játszott az első fél időben, ha kellett kintről, ha kellett bentről dobott. Jók voltak a betörései is. Subotic faltolt. Ez neki a második, még nincsenek falt problémái, de jóval kevesebb faltot fújtak be eddig az Albának, mint a Szolnoknak. Davis, 3 másodperc még, el kell, hogy dobja. Hát szorongatott helyzetben megoldott a Davis. 12 pontnál tart, fölzárkózott Vojvoda mögé. Kovács. Subotic, Csakarun bent, Davisszel, nincs besegítő ember, röviden teszi föl Csakarun, és maradhat a Szolnoknál a labda. Badzim, na beindul-e a gólgyártás, még mindig nem, a harmadik kimaradt triplája volt Badzimnak. Turner. Turner még próbálja végigvinni, leszerelik szabályosan, és egy csodaszép mentés Badzimtól. Subotic, ő is eladja a labdát. Curry, Turner van elől, próbálja végigvinni, 2 büntető, Warner mérgelődik. Nem volt igazán magas színvonalú most a játék.
lépéshibát reklamáltak a szolnokiak, technikait az albások. Turner bedobja az elsőt. Volt némi értetlenkedés, mert csak egyet mutattak a játékvezetők, egy dobást, és magam sem értettem, hogy miért. Nem ment be, nem volt gól jó falt. Turner bedobja mind a kettőt, ezzel 4 pontos. Nem, bocsánat, csak 3 a második bedobott büntetőjével. És 8 pont megint az Alba előnye. Az első fél időben is 38-30-nál volt már 8 pontos vendégelőny. Tripla, ha bemegy. De nem megy be. Nem sikerült megmenteni Ahmadnak. Subotić 3 pontosa után marad a 3 pontos kísérlete után. Marad a labda az olajnál. Igen, itt nagyon nagy különbség van a tripla százalékok között. De nagyon-nagyon messze még a meccs vége. Warner. Badzin. Ráteszi a negyediket is. Ez már bent van. A negyedik kísérlete behullik Roko Badzinnak. Pedig ez nem volt tiszta dobó helyzet. Ott volt előtte a kicsi. Szép hármas. És ezzel a 8 pontról szépen megint elindult fölfelé az olaj. Turner. Kovács mellett. Leosztás. Ahmad zsákol falttal együtt. Csakarunnak írunk egy faltot. Ha minden igaz, ez neki így a második lesz, és jöhet a plusz 1. Igen, ott már nem érdemes egy ilyen nagyságú és felépítésű játékos, mint Ahmad megütni, mert lehet itt látni, hogy beleugrik a gyűrűbe. Falttal, emberrel együtt. És rá is teszi a plusz 1-et, úgyhogy kapott egy 3-ast az imént az Alba, de a támadásból ők is 3 pontot szereztek. Úgyhogy megint 8 a különbség. Badzin. Warner. Badzin. Turner faltolta le. Ez volt az Alba első faltja még csak a negyedben. A szolnok már 3-nál tart. Kovács dobott cser után kicsit közelebb hozza. Nincsen falt, nincsen kosár. Vojvoda. Turner. Azért látszik Turneren a mérkőzés hiány. Nem igazán játszik jól és hasznosan. Kovács. Csakarun. Davis mellett. Nem dobja be. Turner. Davis. Vojvoda belép a körtére, elkéri a labdát. Turner. Falt Warnernál. Szépen ugrasztotta őt meg Turner. Mind a két csapat cserél. Pongó jön Kovács helyett a szolnoknapban, és Ahmad helyett Omenaka az Albában. Turner, 10 másodpercük van még a támadásból. Megjáratják, hogy alsó posztra be tudják tenni. Omenakának gyönyörű munka volt Omenakától. Még szembe is tudott fordulni Csakarunnal, és úgy ütötte le a labdát. És ezzel most először a mérkőzésen 10 pont a különbség. Ennyi még soha nem volt a két csapat között. Pongo, Badzin. Mutatják a kispadról, mindenki emelje a kezét, hogy ne engedjék 3 pontos dobni. Subotić. Ott a trojka. Szolnoki szempontból a lehető legjobbkor. Hiszen már 10 pont volt a hátrányuk. Vojvoda. Na most kezd igazán érdekessé válni és élesbe fordulni ez a meccs. Vojvoda.
próbál lépni az emberéről, elengedi, és Csakarunné a lepattanó, ez egy kicsit erőltetett volt most Vojvodától, ütközött egyet Csakarunnal, illetve Szuboticssal. Warner. Badzim. Kicsit közelebb hozza Warner, ő is a betörést választja, ő is kiadja. Badzim tisztára játsza magát, és bedobja, elkapta a fonalat Rocco Badzim. 3-0 után most 2-ből 2-t be tudott dobni. És a 10 pontról megint följön 4-re az olaj. Na most melyik csapat tud újítani? A Szolnok próbált szigorítani a védekezésen. Omeneka az elzárásban volt szabálytalan. Cserél az Alba, Balsai jön, mégpedig Turner helyett. Na, villám gyorsan eltüntette a 10 pontos hátrányát az olaj. Ez a 4 ahhoz képest már sokkal jobban néz ki. Várható volt, hogy Badzim előbb-utóbb el fogja kapni a fonalat, mint hogy Vojvoda is elkapta az első negyedben. Halkan megjegyzem, hogy azért Vojvodának azóta nem megy annyira, 13 ponton van azóta is. De ebből, hogyha jól emlékszem, 11-et dobott az első negyedben. Szubotics a sarokból, és Pongó pont kilépett vele. Egymás zavarták Csakarunnal, mind a két szolnokinak megvolt a lehetőség a lepattanóra. Szóval most nem mindegy, hogy merre megy tovább a meccs, hogy vajon a Szolnok tud-e megint egyenlíteni, ne adj Isten átvenni a vezetést, vagy az Alba megint stabilizálja az előnyét. Vojvoda. Ezúttal Badzim védi őt, de folyamatosan váltják. Curry. És nem a Szolnoké a labda, hanem az Albáé. Már gyakorlatilag vert helyzetben volt Curry, mert fölugrott passzolás közben. Hát ez inkább Omenakáról ment ki. Hat másodperce maradt az Albának. És nem tudják bedobni 5 másodpercen belül, elveszítik a labdát. Elképesztő energiákat mozgósít egyébként a Szolnok az egyenlítés érdekében. És ettől is lesz igazán izgalmas ez a mérkőzés, amelyen egyébként gyakorlatilag pár perc kivételével végig az Alba vezet. A Szolnok 1 perc 11 másodpercet vezetett eddig a meccsen. Badzim. Csakarunnal bent marad Vojvoda a mismatchben. Erőltetik a kinti dobást. Zsíros. Nincs tripla. Csakarun leszedi. És továbbra is Vojvoda fogja Csakarunt. Próbálják neki beadni a labdát és erőltetni az alsó posztos játékot. Zsíros. Időt kér Forrai Gábor. Elolvadt a 10 pontos előnye az Albának. 56-54-re följön a Szolnok. Ez azt jelenti, hogy egy 8-0-ás rohanást csináltak most a hazaiak. Again, our problem, box out. Box out. Everybody box out. Face to face, contact, and box out. Okay, we don't give the second chance again. Okay? Take it easy. In offense, Adam, jegyezd meg, hova kell menni, mert nem tudjuk ön bedobni a labdát. Jó? Nyugodtan. Elmész, elfúz, stb. Stb. Jó? Next offense. Regular one, okay? Regular one, look at. Ron, you bring up the ball, okay? Voya and Godwin the same side. Okay. You set a screen, Bob Stacy, go to the corner, pass, és Godwin, pass to the Voya. Yeah, yeah. Davis és Vojvoda voltak. Ugye a pontgyárosok az Albában, egy picit ők most megálltak, és azért ez látszik is az Alba teljesítményén. 43-47 volt a szünetben, ehhez képest mindössze 9 pontot dobott eddig az Alba, és 11-et a Szolnok. Ami persze nem egy óriási különbség, de arra pont jó volt, hogy mindössze 2 legyen összesítésben. És azért a Szolnoknak volt tartása, hogy a mínusz 10-ről pillanatokon belül föl tudtak állni megint. Curry.
Rudnerrel szemben. Köri még. Érkezik Balsai, át Vojvodának, aki beleáll a triplába, de nem dobja be. Omerák a kezéből pedig Pongo ütötte ki a labdát nagyon ügyesen. Sakarun, zsíros, Pongo beljebb hozza, zsíros még, nincs kinti dobás, zsíros, egy lábról, szép befejezés. Megvan az egyenlítés. 56-46-ról 56-56. Ez egy komoly fordulat. Curry. Davis. Zsíros mellett, egy lábról, két büntető. Cserél az Alba, jön vissza Lukács, jön vissza Turner. Omenek az egyik lejövő. És Curry a másik. És ott tartunk, hogy akkor Davis dob kettőt. Újra kettő a különbség, és újra az Alba vezet. Pongo. Csakarun elzárásán dolgozik, és Csakarun mindig lép a festékbe. Most meg is kapja alul. Davis mögöttem. Kiejti a kezéből. Badzin érkezik, és nem dobja be. A lepattanó Balsaié. Davis hozza át a labdát. Egész más lett a mérkőzés hőfoka így, hogy egyenlíteni tudott a Szolnok. Turner. És most azért az Alba támadó játéka közel sem annyira olajozott. De Davis pedig dobálhatja a büntetőket. Most Pongo ütött neki egyet oda. És ha nem mennek a kinti dobások, nincsen tranzíciós játék, akkor Davis büntetőivel csipegeti a pontokat az Alba, ahol egy újabb csere történt. Vojvoda ül le, és Curry vissza is tért. Pedig Davis üzenbiztosan hozza ezeket az apró kis pontokat. 15 pontos ezzel. És utolérte Subotićot. Úgyhogy ketten ők dobták eddig a legtöbbet a mezőnyben. És most már Davis 16 pontnál tart. És ugye neki 18 pontos a meccs átlaga, tehát egy kosárnyira van tőle. A Vojvoda marad el nagyon, ahhoz képest, hogy brutálisan bekezdett az első negyedben. Ahhoz képest Vojvoda ott ragadt 13 ponton, miközben az Alba labdát szerez. És időt kér Gaspar Potocnik. 4 pontos vendégvezetésnél. De nagy nehezen a mínusz 10-ről följöttek egálra, és most könnyen lehet, hogy egy sima duplával megint 8 pontra el tud menni az Alba. Jogos az időkérés. Angelo, go for Matt. Hi, Dave. Just don't make unforced turnovers, please, guys. Okay? Be focused and patient in offense. No problems, just share the ball, go with the flow, we will get something. Attack, kick out, they have problems. Okay, they are tired and more tired more. Run. Okay. In defense, with this, Boki, you are going on 5 men on Davis. You are taking Lukas. Okay. Let's go, guys. We are going black. Okay. Except entrance pick and rolls. Egyértelműen az is kellett egyébként a Szolnok meccsbe való visszajöveteléhez 10 pont hátránynál, hogy Rocco Badzim elkapta a fonalat, és 2 triplát elsüllyesztett. De az a helyzet, hogy 4 ponttal vezet mindig az Alba. Talán az előbb rosszul mondtam, hogy ha dob neki kosarat, nem 8, hanem 6 pont lesz.
Curry. Meghagyják egyegyezni. Ki is ütik Curry kezéből a labdát. Jól védekezett most az olaj. Juhos. Rég volt a pályán. Rudner. És ez pedig Lukács faultja. Juhas végül Curryvel maradt kint. Badzim. Lukács mellett, aki csak kézzel tudja őt megállítani. Nagyon gyors Badzim ezeknél a betöréseknél, amikor megindul a leütést követően. Ember legyen a talpán, aki ezt lábbal leköveti. Főleg úgy, hogy ő is képes azonnal visszalépni és elemelni róla a triplát. Turner próbált labdát szerezni, és ez sikerül is. Rádobta ugyanis Warner hátára a labdát, miközben a szolnokiak faultot reklamálnak. Még Curry-nél, amikor a bedobásnál az Alba játékosa megfogta a szolnoki derekát. Turner, Davis, és érkezik Curry. Most megálltak ennél a 60-56-nál a csapatok. Lukács. Davis. Kifelé lép. És Lukács kezében a labda. A nehezét megcsinálta, bedobni viszont nem tudta. Azt jelenti, hogy Lukácsnak nincs még pontja. Nem, bocsánat, van már három, de akkor nem tudja növelni. Fault. Visszajön Vojvoda az Albában, és érkezik Omenaka is. Balsai megy le, és Lukács. És Lukács nagyon mérges szegény magára, hogy nem tudta bedobni ezt a közelit. És Forrai Gábor pedig nagyon jó pedagógiai érzékel oda megy, és nem szidja le, hanem inkább bíztatja. Jön Pallai, és jön Kovács a szolnoknál. Szubotić. 16 pontos. Ha bedobja, ő lesz a mezőny legeredményesebb játékosa. Ez meg is történt. Turner. Juhos lerázza magáról. Turner megint. Technikait adnak Szubotićnak. Azért, mert eljátszotta a támadó faltot. Ez volt az ötödik csapat hibája az olajnak. Hát jóval kevesebb pont eddig, mint bármelyik negyedben. Turner pedig ugye egyet dobhat a technikai miatt. Értékesíti. És maradhat természetesen az Albánál a labda. 1-16 van a harmadik negyedből hátra. Turner. 2-2-zni próbál Szubotić mellett, ballal csodaszépen tette föl egy nála jóval magasabb ember mellett a labdát. Újra 5 pont az Alba előnye. Kovács. Juhos, nem tudja tovább tenni Warnernek, Kovácsnak sem, most Warner tiszta. Nincs bent, Curry lepattanót szed. Elpuskázta a lehetőséget a szolnok, hogy közelebb zárkózzon. Curry pedig nagyon szerette volna az elzárást, így viszont jön Davis, aki kihagyja a 3 pontost. Ez most az Albának jól jött volna, hogyha dobnak egy kosarat. Itt volt Turner, hogy még be is lép Szubotić elé. Badzin visszajön. Kellenének a kinti dobások az olajnál.
35 másodperc még a negyedből hátra lévő idő. Vadzim. Vadzim. Juhos. És az Alba jöhet. Juhos látták szabálytalannak, ahogy hátulról átkarolta Omenakát. Igen, a nyakát húzta el Omenakának. Ez valóban falt volt így. Hiába volt nála a labda. És az Alba jöhet. És ugye nagyon nem mindegy, hogy így a negyed vége felé az Alba tud-e még egy kosarat dobni. És tudja növelni az előnyét, vagy kimarad, és az olaj visszatámad, és följöhetnek három pontra. Vagy akár kettőre egy hármassal. Omenaka minden esetre addig is dobhat. Letisztázzák a játékvezetők, hogy akkor pontosan hogy és mi történt, és hogy mi legyen a folytatásban. Cserével volt valami probléma. Kovács lejön, Pallai bemegy. Zsírost is vissza fogják hívni a pályára. Igen, a cserékkel volt gond. És most már akkor minden rendben. Omenaka, aki eddig felemásan dobta a büntetőket. És most is kihagyja az elsőt. Itt viszont most mind a kettőt kihagyja, általában azért az egyiket mindig bedobta eddig. Pallainak szóltak, hogy szaladjon hátra, mert neki kell bedobni a labdát. ...25 másodperc van hátra a negyedből, és 22 a támadó időből. Most állították vissza az órát. Juhos és Warner. Ha végigjátsza a támadó időt a Szolnok, akkor nem sok ideje marad az Albának egy viszont válaszra. Warner. Turner próbálja megállítani. Lejár a támadó idő. Nagyon szépen védekezett az Alba. Lejár a támadó idő. 1,3 másodperce maradt az Albának. És azt kérik az Alba kispadján, hogy nézzék meg, hogy hány másodperc van még hátra. Minden esetre ők azt szeretik volna, hogyha nem 1,3 másodperc van hátra, hanem mondjuk 3. De ez most már mindegy, mert véget ért a harmadik negyed. Az eddigi legkevesebb pont 16-15 ebben a negyedben, de ezt a negyedet is meg tudta nyerni az Alba egyetlen egy ponttal. Volt már 10 pont is az előnyük, onnan az olajbányász egy óriásit küzdve visszajött egyenlőre,
és aztán ott megint az Albafehérvár tudott újítani, úgyhogy 5 pontos előnnyel vághatnak majd neki az utolsó 10 percnek. Holnap pedig egy női kosárlabda mérkőzést fogunk közvetíteni 16 óra 55 perctől. A Cegléd csata összecsapás kerül majd a képernyőre, és addig is akkor egyrészt néhány szép kosár, másrészt pedig, hadd mondjam el, hogy az Alba nagyon megmaradt, ugye az első fél időben is 8 triplát dobtak, és ez így is maradt, tehát ebben a negyedben nem dobott 3 pontost az Alba be legalábbis. A Szolnok viszont 3-at is, úgyhogy a 4 bedobott tripláról följavultak 7-re, igaz, 21 kísérletből jött be ez a 7, az Albánál 13-ból a 8, úgyhogy az Alba még mindig 60% fölött van, a Szolnok pedig 33%-on már, ami a 3 pontost illeti. A kispadról 17-17 pont jött mind a két oldalon, és itt lehet látni a különbséget. A két pontosok, a három pontosok, illetve a büntetők között még mindig sokkal kevesebb büntetőt dob a Szolnok, ugye mindezze 7-et dobhattak rá, és 22-t az Alba. Tehát jóval több faltja volt eddig a Szolnoknak, amit befújtak a játékvezetők. És jön az utolsó 10 perc. Az egész biztos, hogy a Szolnoknak az egy óriási előnyt jelentetne most, hogyha lehetne szurkolótábor. Nem indult el az óra. Lehet, hogy kontakthibás a készülék. Úgyhogy nekifutunk újra. Ugye 2 másodpercet lepörgettek, úgyhogy 9.58-on áll az óra, amikor dobhat az olaj. Pongó. Badzim. Nem tudja felemelni. Zsíros. Ahmad mellett Pongó. Lassan el kell majd vállalnia. Falt volt Omenakánál. Úgyhogy 14 másodperc támadóidő megint jön majd a Szolnoknak. És írunk egy faltot az Albához. Csakarun. Lökött Curry. Óriási harcot vívott Badzimmal. És hogy Badzim jött ki az elzárásból, Curry taszított rajta egyet. Gyorsan összeszedi az Alba a második faltját is. Pongó. Warner. Kicsit közelebb hozza, kilép oldalra, de nem dobja be. A lepattanó viszont Csakarun kezében. Pongó pedig ráemeli a triplát, ami szintén nem megy be. Omenaka tépi le a lepattanót. Turner. Omenaka. Megvárják, amíg Curry jött egy mélységi elzárásból. Turner, 4 másodperc, valakinek el kell dobni, ez valószínűleg Turner lesz, majd ráemeli. Nincs bent, Omenaka megy a labdáért. És túlságosan erősen dobta vissza, és még Badzim odaérhet, de Curry megmenti. Nincs létszámfölény, Vojvoda. El kell dobni. Lejárt volna a támadóidő, nem volt más választása Vojvodának. Kiabáltak neki a padról, aztán ő is észlelte. Eltelt másfél perc az utolsó negyedből, és nem született még egyetlen egy pont sem, amiért nyilván nem jó az olajnak. Az Alba meg elkönyvelett, hogy maradt az 5 pont előnye, és lepergett másfél perc. Pongó. Badzim beleáll a hármasba, nem dobja be a hármast, a lepattanóba belepiszkált Vojvoda visszaütötte tulajdonképpen Turnernek. Ahmad, Curry,
tripla, ha bemegy, de nem megy be. Nagyon rövid volt a dobás. Hát most nem a szép játékról és a magas színvonalról szólnak ezek a percek itt a negyedik negyed elején, Vojvoda faltól. Vajon melyik csapat fog hamarabb megnyugodni és elkapni egy jó fonalat, mert az meg is nyerheti a meccset. Warner lemegy, a Szolnokban Pallai jön a helyére, az Albánál pedig Omenaka ül, és Davis jön vissza. Az a Davis, aki 16 pontjával az Alba legeredményesebb játékosa. Csakarun. A nagy klasszikus Davis-Csakarun párharc. És Csakarun gyönyörűen oldja meg. Ezzel 15 pontos ő is. Letámadnak a szolnokiak. Turner átjátsza magát Pongón. Érkezik Davis. Próbál szigorítani a védekezésén a szolnok. 7 másodperc, Davis. Pongó lökte az elején. Semmi nem volt, mondja Pongó. Az olaj első faltját láttuk ebben a negyedben. És Pongó kipontozódik. Most vették észre, hogy neki ez bizony az 5. faltja volt. Alapról dobhat az Alba. Ahmad. Vojvoda. Davis. Nem tudott Vojvoda betörni. Na nézzük Davist. Hú, de szépen csinálta. Ahogy lerázta magáról Badzimot is. Olyan játszi eleganciával és könnyedséggel tette föl, mint hogyha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Pedig hát nem az. Csakarun ezúttal Ahmad mellett kipasszolja, de már előtte volt lökés Ahmadnál. A negyedik csapat hibája az Albának, és még van 7 perc hátra. Itt volt még egyszer David csodálatos tempója, 18 pontos, ezzel ő a mezőny legeredményesebb embere. Az Albánál pedig Ahmad helyére, aki 4 falt talál, jön Lukács, ugye muszáj leültetni Ahmadot, hogy majd a végjátékban még használható legyen. A 4 falt az már sok, főleg úgy, hogy még 7 perc van hátra. Pallai. Csakarun, zsíros, első szándékból nem dobta el, talán ez volt a baj, másodikra viszont rövid lett. 3 perc eltelt az utolsó negyedből, és továbbra is 5 pont az előnye az Albának. Davis. És Lukács ezt sem tudja bedobni, még arra is lett volna ide egyébként, hogy leessen a földre. Badzin visszalép, 2-es, ha bemegy. Nem, 3-as. És jön az időkérés az Albánál. 2 pont már csak a különbség. Mozgassuk a labdát, hívjuk a játékokat, mondja Forrai Gábor. Nyugodjunk meg, srácok. Regular one, okay? Stacy, go to the corner, okay? Frankie, you be here, run. Voya, yeah? Voya. Vista me, sir. Okay? Norby and Ager. Stacy, you be here, you are fine. Norby there. Stacy, short throw or pop? Ezért is szép játék a kosárlabda, hogyha az előbb Lukács bedobja azt a duplát, amit kihagyott, és nem kapnak belőle egy hármast, akkor most 67-60, ehelyett 65-63. Micsoda különbség. Abszolút nyílt a mérkőzés, ezt kellett volna Lukácsnak visszatennie. Abszolút nyílt a mérkőzés. És utolérte a bedobott triplák tekintetében a szolnok az Albát. Turner. 6,5 perc van hátra. A Vojvoda is beragadt ennél a 13 pontnál. Nem gondoltam volna.
Vojvoda, vissza arra az oldalra, Turner, falt, Subotic. Pedig hát akkora különbség volt kettejük között. Nézzük. Subotic nehezen hiszi el, hogy ez falt volt. Ugyanezt teszi a szolnoki pad is. Rengeteg pontot dobott, jóval több pontot dobott eddig az Alba büntetőből, mint a szolnok. És Turner ezt nem hibázza el, ezzel 7 pontos. És a másodikat is bedobja. Badzim. Lukács és Subotic akadt össze, és Lukács volt szabálytalan Subotic-sal szemben, és ugye most jöttünk el oda, hogy megvan az 5. csapatfaltja az Albának, és minden faltért dobhat majd az olaj, és van még 6 perc, 10 másodperc. Nagyon hamar összeszedte az Alba ezeket a faltokat. Subotic meg jól dob büntetőt. 18 pontos ezzel. Ugye két játékos van a szolnokban, Csakerun és Subotic, aki két számjegyűt dobott, 15 és 18, 3 az Albában, Ahmad 10, Davis 18, Vojvoda 13. Lent marad, ott marad letámadni egy zónával a szolnok, de az Alba szépen áthozta a labdát, és zónázik továbbra is a szolnok. Itt egy 3-2-es zóna, Davis. Vojvoda, ő is a betörést választja, röviden teszi föl, Davis menne a lepattanó után, ami a szolnoké, Subotic-é, úgyhogy egy duplával egyenlíthet, egy triplával átveheti a vezetést a szolnok. Subotic. Lukács mellett, aki megint csak falttal tudja megállítani. És ki is pontozódik Lukács Norbert. Ahmadnak vissza kell jönni, akinek szintén 4 faltja van. Subotic pedig újra dobhat majd 2 büntetőt. És ki is egyenlíthet. Egyenlítés ugyan nem sikerült, de csak 1 pont a különbség, a lehető legminimálisabb. 5,5 perc van hátra. Jön a végjáték, ahol egyre kevesebb hiba fér bele. Továbbra is zónázik a szolnok. Turner próbál betörni és kiejti a labdát. Ez így nem jó játék egyébként a zóna ellen. Balsai fog visszajönni. Turner helyett az Albában. Szóval akkor most átveheti az olaj a vezetést. Egy sima duplával is. Badzin. Ott van a 3 pontos. Nem sima duplával, hanem Badzin triplájával immár a 3. hármasát dobja. Átveszi a vezetést a szolnok 69-67-re. Eddig nem sokat vezettek, mindössze 1 perc, 11 másodpercet a meccsen. De nem közben kell vezetni, hanem a végén. Nézzük, lesz rá válasza az Albának. Ahmad Kovács mellett teszi föl, de átdobja a gyűrűt, és utána megszerzi a labdát a szolnok. És most egy picit jobban el is léphetnek, hogyha sikerül kosarat dobniuk. Subotic röviden teszi föl, Davis a lepattanó, és létszámfölényes helyzetet alakíthat ki az Alba, ha észreveszik, hogy Subotic még nem jön. Már korábban folt Badzinnál a falt, tehát nem dobás közben, és ez még csak neki az első. Ez pedig a hármasa volt.
Ahhoz képest, hogy az elején 3-ból 0-val nyitott, nagyon feljavult a teljesítménye. Vojvoda. Ez bedobja. Lemaradtak róla, azonnal kihasználta a tempó előnyt. Egyenlít az Alba. Vojvoda 15 pontos. 4 perc van hátra a találkozóból. Micsoda izgalmak várhatóak itt a végén. Badzim beteszi Csakarunnak. Csakarun még. Őt ott nem lehet megállítani. Elképesztően képzett technikailag. Csakarun 17 pontos már. És Vojvoda irányít most az Albában. Vojvoda eladja a labdát. Pallai szerzi meg, zsákolás lehet a vége, de csak belejti, és időt kér Forrai Gábor. Eladott labda, és abból zicser a Szolnoknál, 73-69, 4 ponttal még nem vezetett a Szolnok, most igen. Hey, what is the problem? And the ball stop, always you will stay behind the big guy. We try front, and fighting. We push them out the paint. Always inside the paint and dribbling, dribbling. We try front and push them, fighting guys. Okay, after the switch, fighting, front. And in offense, everybody a lot of time drive to ball. And move the ball, pass, pass. Okay. Mozgassák a labdát, támadásban az kérés, ne pedig pattogtassák a labdát. Egyébként ebben a negyedben 15-9 a Szolnok javára, messze a legrosszabb negyed eddig az Albának. És a Szolnok már most annyi dobott, 3-35-tel a vége előtt, mint a harmadik negyedben összesen. Ez egy nagyon komoly fordulat a mérkőzésen, a Szolnok átvette a vezetést. Ez volt itt Vojvoda betörése. És ez pedig Gaspar Potocnik reakciója erre a kosárra. Támad tehát az Alba. Ahmad lépett föl. Köri. Vojvoda. Kiszorított helyzetben, el kell majd dobnia a Vojvodának. Lejár a támadó idő, remekül védekezett az olaj. És ez megint nem volt játék az Albánál. Azt, hogy a végén odaadják 3 másodperccel a vége előtt Vojvodának, aki van ember, ez így nem játék. És pont azt kérte Forrai Gábor, hogy mozgassák a labdát, ehhez képest ez nem történt meg. Úgyhogy óriási lehetőség előtt a Szolnok, 3 perccel a vége előtt növelhetik a 4 pontos előnyüket. Badzim. Jó volt a leosztás, Csakarun és a szarokból Subotic, de nincs bent. Davis hova ment föl ezért a pattanóért? Nem tudja növelni az előnyét a Szolnok, marad minden teljesen nyíltan. Igaz, az Albán a kényszer, hogy kosarat kell, hogy dobjanak. Ahmad, Turner. Vojvoda. Elengedi. És bedobja a 3 pontos Vojvoda Dávid. Kovácssal a nyakán, 18 pontos ezzel Vojvoda, és 1 pontra följön az Alba Fehérvár. Hát ez is minden volt, csak helyzet nem, ez most Vojvoda klasszisán múlott. Szétesett az Alba támadó játéka, azért ezt lássuk be ebben a negyedben. Badzim, lesz rá válasz Szolnoki részről. Köri próbálja elvenni Badzimtól. 3 másodpercet fújnak a Szolnoknál, Csakarun állt bent a festékben. Mekkora fordulat már megint, ugyanis az Alba a vezetésért támadhat 2 perccel a vége előtt. Tehát sejtettük, hogy nagyjából hasonló forgatókönyv lehet, hiszen az lett volna furcsa, hogyha valamelyik csapat 15-20 ponttal megveri a másikat. Turner. Vojvoda jön, és meglökik szabálytalanul. Negyedik faltja volt a Szolnoknak.
Vojvoda dobhat majd oldalról. Davis. Vojvoda visszakapja. Turner. Ahmad. 6 másodperc még a támadó időből. Ahmad kipasszolja. Turner. Bedobja. Átveszi a vezetést az Alba megint. És jön is az időkérés szolnoki oldalon. Másfél perccel a vége előtt. Újra az Alba vezet. Fú, de jó kis meccs. És tényleg mennyire sajnálhatja az ember, hogy ez zárt kapus. Micsoda őrjöngés lenne most itt. Rocco, okay. Angelo, Betty, a támadó Jackie, figurát rajzolja Potocsnik. Sprint. Horns call. We call Horns. Sprint. Back screen. Okay. Angelo, you go. Clear. Behind the back, Chucky roll. I want, if you don't have layup, pass on Bojan and pass on Rocco. Okay. Badzimra akarnak játszani egy figurát, hogy ő dobja majd el. In defense. In defense. És miután másfél perc van hátra, ezért fontos lenne a Szolnoknak, hogy valóban kosárral fejezzék be majd ezt a támadást. Ha ez nem történik meg, nem tudnak kosarra dobni, akkor az Alba lépés előnybe kerülhet. Úgyhogy ezen a támadáson nagyon-nagyon sok múlik Szolnoki részről. Hát akkor lássuk. Átveszi-e megint a vezetést a Szolnok. Warner. Csakarun blokkján. Warner megnézi. Badzim nincsen szabadon. Curry védekezik vele szemben. Van még 10 másodperc a támadó időből. Most átvette Davis Badzimnak az őrzését. Badzim. Rövid. A lepattanó Currynél. Akit Subotić lefaltol. És Subotić ezzel kipontozódik. És még mondja is a magáét Subotić a kipontozódást követően. Itt volt még egyszer, hogy mi történt, és veri a kispadot Subotić, aki még mindig nem nyugodott le. És most nagy vonalak voltak a játékvezetők, mert nem kapott technikait, sem a pályán való beszédért, sem pedig azért, amit a padon csinált, de hát már ki is pontozódott. Hát nézzük akkor Curryt. Aki nem dobja be az elsőt. Marad az egy pont. A másodikat viszont bedobja, és utána meg Davis lök egyet. Úgyhogy majd akkor jövünk át ide büntetőzni. Meg a két pontos előnye el is olvadhat az Albának, hogyha bedobja majd Csakarun. Cecília is elmondja a magáét, és akkor jöhet a két büntető. 1-11-jel a vége előtt. Csakarun, aki egyébként a meccs egyik legjobbja, kihagyja az elsőt. És ez lehet, hogy nagyon fog hiányozni a végelszámolásnál, de nem biztos. Még ebben az 1-11-ben rengeteg minden beleférhet. Természetesen Szolnok szempontjából nézve az lett volna jó, hogyha tud egyenlíteni Csakarun a két büntetőből, de mind a kettőt kihagyja, marad a két pontos Alba-Fehérvár vezetés. Csakarun, aki tényleg a meccs egyik legjobbja, most kritikus helyzetben kihagyott két büntetőt. Turner lerázza magáról Zsírost. Visszakapja Curry-től a labdát. Turner még. 6 másodperc, támadó idő. Turner. Ez a Szolnoké.
nem igazán értem, hogy mit akar az Alba ezekkel a Turner-féle betörésekkel. Messze a legkisebb ember a mezőnyben, hogy miért rá akarják ezeket játszani. Ráadásul eddig nem is jött be gyakorlatilag semmelyik betörése Turnernek. Ez így erőlködés. Na nézzük akkor Csakarunt. Akmat próbálja megtámasztani testtel. Csakarun bedobja, megvan az egyenlítés. 35 másodperc van hátra a mérkőzésből. Bármi lesz ebből a támadásból a Szolnoknak, lesz még egy ideje visszatámadni. Úgyhogy a nyomás nyilván ott van az Albán, hogy kell a kosár. Vojvoda. 7 másodperc. Vojvoda. Lelép. Nem dobja be, rövid, Warner kezében a labda, a győzelemért támadhat a Szolnok. Van 8 másodperc még, ha bedobják, megnyerik a rangadót. Warner, Warner még, kipasszolja, Badzim kezében a tripla, ami nincs bent, jön a hosszabbítás, 75-75-nél. Fú, micsoda izgalmak voltak itt a végén. 17-12-re megnyerte a Szolnok ezt a negyedet, és az Alba messze a legkevesebb pontját dobta, de ott volt mind a két csapat kezében a lehetőség egy esetleges győzelemre. Jön az 5 perc hosszabbítás. Mind a két edző természetesen nagyon-nagyon mondja a magáét. Fú, milyen izgalmak voltak itt, és ugye például az ember visszautal arra, hogy mennyire hiányzott most a Szolnoknak az a két kihagyott büntető, abból, ha csak az egyik megvan, megvan a meccs. Így viszont jön a hosszabbítás. Kilenc bedobott triplája van a Szolnoknak, 9 az Albának, csak a Szolnok 28 rádobásból, az Alba 18-ból szedte ezt össze. 14 ponttal többet dobott a festékből a Szolnok, mint az Alba. A többi mutatóban túl nagy különbség nincs, illetve de igen, a második szándékból szerzett pontok aránya 14-2 Szolnok javára, illetve a gyorsindításból szerzett pontok 13-6 a Szolnok javára. Jön tehát a hosszabbítás. Hát ennél izgalmasabb nem is lehetett volna ez a találkozó, talán nem is baj, hogy így alakult. Kapunk még 5 perc extra ráadást. Az... Utánunk MB2-ben Békés Csaba Vasas labdarúgó mérkőzést közvetítünk, majd abba fogunk bekapcsolódni természetesen. Bocsánat, röplabda, tehát Békés Csaba Vasas, és miközben labdát szerez a Szolnok, azt nézem, hogy 16 és 12, 28 pontot dobott csak az Alba a második félidőben. Az nagyon-nagyon kevés. Zsíros. Warner. Átteszi Csakarunnak, szép kosár. 21 pontos, elsőként lépi át a 20-at egy játékos a mai mérkőzésen. Egy előny az olajnál. Curry. Érkezik Vojvoda. Próbál magának helyzetet teremteni. Vojvoda még bedobja falttal együtt. Ez egy óriási extra. Szinte önkívületben játszik Vojvoda Dávid egykori csapata ellen. És 3 ponttal zárhatja ezt a támadást az Alba, hogyha Vojvoda azt az egy büntetőt még bedobja. Ezzel Vojvoda Dávid is már 20 pontos. 21 volt eddig az átlag a magyar bajnokságban, ha ezt most bedobja, akkor megdobja az átlagát ma is. Hihetetlen. 21 pontos, ugyanúgy, mint Csakarun. És egyel vezet az Alba. Zsíros. Warner. 2-2-zik egyet Csakarunnal. Warner tisztán marad, de nem dobja be. Az Alba jöhet.
ezek szerint Csakarun lábáról pattant ki a labda. Cserélni szeretett volna a Szolnok. Juhos érkezik Csakarun helyett. És megint ott marad letámadni a Szolnok. Igaz, ez most nem olyan letámadó zóna, mint az előbb, úgyhogy könnyedén át is tudja hozni. Jön Turner, és dolgozhat is tovább Ahmad blokkján. Davis remekül lépett fel a körtébe, és nem dobja be, kitáncol a gyűrű, és mutatják a fehérváriak, hogy meghúzták a gyűrűt, vagy legalábbis a hálót. Nézzük Warnert, nem dobja be, Kovács lepattanót szed, de lökött előtte. Hát van izgalom bőven. Megbeszélik a játékvezetők. Turner dobhat. Az nem jó. Mind a két csapat hagyott rendesen pontot a büntetővonalon. A második bent van, ezzel kettő most az Alba előnye. Három perc van hátra a hosszabbításból. Zsíros visszapasszolja egyből Warnernek. Zsíros beleáll a triplába, és bedobja a triplát! Újra vezet a Szolnok egyel. Curry, tud-e rá válaszolni az Alba? Juhos kiváltott Curryre, lehet, hogy ott hagyják akkor mélységben egyegyezni. Curry még, nagy leosztás, Ahmad. Egy szép assziszt és egy jó befejezés, visszaveszi az Alba a vezetést. Kettő és fél van hátra. Mármint percben. Warner. Badzin. Juhos. Kifelé passzol. Érkezik óriási lendülettel Warner, de nem tud kosarat dobni, és nem is bántották. Turner. Fölállítja játszani az Alvát. Érkezik Curry. Még bőven van idő. Megint ott marad Juhossal. Curry. Újabb betörés, ismét Ahmad, ismét kosár. És egy időkérés a Szolnoknál. Most kétszer ugyanazt játszott el az Alba. Betörés, mélységi betörés, és a végén Curry leadja a labdát. Ez egy sokkal nehezebb passz volt, mint az előző, és Ahmadnak is jobban éppen csak el tudja kerülni, és a Szolnokiak meg támadó hibát reklamáltak. De három az Albának most az előnye. És 1.57 van hátra. Yes, you are going instead of Levy. You are inbound. We go free down. Hey, free down. Okay, go. Go around. Good screen. On five, okay? This guy is going around again. Four men. Pop out. Pass. Okay? Two. And now I want, hey, Rocco, I want that you are coming here. Try this shot. So get the ball in good position. On free down. In good position, Rocco will come, maybe shot. Okay, if nothing, we can still Angelo. Megint Badzinra akarnak majd játszani. Hey, a lot of time, guys. Just be patient and be smart. Egyelőre a hosszabbításban 8-5 az eredmény, és Gasper Potocsik azt is ezt mondta, hogy nyugalom, mert sok van még hátra, és valóban az 1.57 az még nagyon-nagyon sok. Subotić és Csakarun 20, illetve 21 pontjával kiemelkedik a Szolnokból. A másik oldalon Vojvoda 21, Davis 18. Mint két legjobb dobó. Ugye áthozták erre a térfélre, 14 a támadóidő. Zsíros. Badzin. Rá akarták játszani a végén, hogy ő dobja el.
Warner beadja Csakarunnak, de eladja a labdát a Szolnok. Ez akár kritikus is lehet, főleg akkor, hogyha az Albának sikerül kosarat dobnia majd ebből a támadásból. De azért nem mondom, hogy kritikus hiba volt, mert még az 1.46 még mindig nagyon sok. Turner. Curry. Curry és Csakarun. Curry még mindig keresi a passz lehetőségét, Vojvoda. Nem találja el a gyűrűt, ugye muszáj volt dobnia, mert lejárt a támadóidő. Jól védekezett a Szolnok, úgyhogy azért nem volt kritikus az előbbi labdaeladás, mert nem tudott belőle az Alba kosarat dobni. Így csak 3 pont a Szolnok hátránya, viszont ez most fordítva is igaz, hogyha az Alba ezt ki tudja védekezni, na akkor már a Szolnoknak nem lesz könnyű dolga, és az Alba menedzselheti a 3 pontos előnyét. Kovács, nem jó a betörése, Csakarun alapvonal felé megállítja őt, Akmad Vojvoda besegít, Csakarun még mindig kipasszol, Zsíros emeli el, nincs bent a tripla, és Akmad faltol. Képesztő izgalma. De jó kis meccs ez így. És Akmad kipontozódik, úgyhogy Omenaka jön a helyére. Törölni is kell a pályát, Csakarun pedig dobhat majd büntetőket. Amivel 1 pontra följöhet az olaj, ha mind a kettőbe megy. Az első bent. Percen belül vagyunk. 56,8 másodperc a hátra lévő idő. Nagyon koncentrál Csakarun. Be is dobja. Egyetlen 1 pont még mindig az Alba előnye, és ők támadhatnak. És most kell az Albának a pont. Az nekik lenne luxus, hogyha most nem sikerülne. Turner. Vojvoda. Vojvoda kilép, és nem dobja be. Omenaka megy a lepattanóért, ami Csakaruné. És most az olajbányász, ha kosarat szerez, akkor átveszik a vezetést. Warner fölteszi, és vezetnek. De van annyi ideje még az Albának bőven, hogy viszont válaszoljon. Tulajdonképpen amennyi a támadóidő, annyi van hátra a meccsből. Ha az Alba bármilyen kosarat dob, megnyeri a meccset, ha nem, akkor a Szolnok. Egyszerűsödött a képlet. Curry. Na vajon ki fogja elvállalni a végén, és milyen helyzetből, mert ez sem mindegy. Curry, 7 másodperc még. Curry, lepasszolják a labdát, de rosszul, Curry eladja, és a végén odafaltol egyet, és innentől kezdve a Szolnok 1/10 másodperccel a vége előtt talán kijelenthető, hogy megnyeri a mérkőzést. Curry rossz keresztpassza után nem lesz már lehetőség, hiszen az az 1/10 másodperc már nem elég semmire, plusz jön majd a büntető. Őszintén szólva, megint csak azt tudom mondani, hogy ez a végjáték, amit az Alba itt erőltetett a végén, hogy hagyja, hogy menjenek a másodpercek, és nem passzol, és nem csinál elzárást, hanem pattogtatják fönt a labdát, hogy majd Curry betörés megoldja, ez ehhez vezetett, hogy nem oldotta meg. Azt videózzák a játékvezetők, hogy vajon sportszerűtlen hiba volt-e, vagy nem. Nagyon nagy hiba volt szerintem fölépítenie így az utolsó támadását az Albának, de hát nyilván nem ez volt náluk sem a cél. És azt próbálják a játékvezetők is megtudni, hogy az órából mennyi van még vissza, mert az időből mennyi van vissza, mennyit mutat az óra, akkor, amikor a falt történt.
itt volt a falt, itt 1,5-1,4 másodperc. 1,4 mondják a zsűri asztalnak. Hát ez egy elképesztő meccs volt, amit úgy néz ki, hogy a Szolnok meg tud nyerni. Főleg úgy, hogy Csakarun ott áll a büntetővonalon, és egy pontos előny birtokában büntetőzhet. És tulajdonképpen 1,4 másodperce marad majd az Albának, hogy valamit csináljon, azért az nem sok. Persze nagyon nem mindegy, hogy Csakarun bedobja vagy nem, de az elsőt bedobja. Innentől kezdve már csak hármassal nyerhet az Alba. Illetve lehet egyáltalán egyenlő, hiszen most két pont az olajbányász előnye. Ha bedobja Csakarun a másodikat is, akkor egy triplával is csak egyenlíthet az Alba, ami egy új, de nem dobja be direkt. Hadd menjen félpályától Turner, és nincsen kosár. Megnyeri tehát a forduló rangadóját a Szolnoki Olaj, úgyhogy tulajdonképpen alig-alig vezetett a mérkőzésen, de nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül nyert volna a Szolnok. A kritikus pillanatokban ők jobban tudtak koncentrálni. Ugye Csakarun és Subotić személyében volt két extra klasszis teljesítményük a szolnokiaknál. Azért az Albánál ez kevésbé így volt. Szóval nagyon érdekes mérkőzés volt hosszabbítás után, és ezzel sikerült nyernie csak a Szolnoknak, de ez egy nagyon-nagyon értékes győzelem, amit arattak. Mi pedig kaptunk egy felejthetetlen kosár estét a játékosoktól, úgyhogy itt aztán kezdődhet a Tiszaligetben az örömködés, az albások pedig elvonulnak az öltözőbe. Úgyhogy meghallgatjuk természetesen az egyik főszereplőt, Vojvoda Dávidot. Dávid, látom, hogy nagyon bosszús vagy, és hát nem is indokolatlan, hiszen mindkét csapat rászolgált ma a győzelemre, tényleg hajszál választott el benneteket is tőle, illetve tized másodpercek. Hol ment ez el szerinted? Hát igazi egylabdás mérkőzés volt, mind a két csapat megnyerette volna a rendes játékidőbe, szerencse döntött, ők a végén berobták, mint kihagytuk igazából. Nagyon nehéz mérkőzés volt mind a két csapat számára, szerintem nagyon kemény fizikális volt az egész 45 perc. A szerencsésebb csapat győzött, hogy gratulálok a Szolnoknak. Neked mennyire volt nehéz ez a mérkőzés, hiszen neked nem biztos, hogy csak fizikálisan volt nehéz ide Szolnokra látogatni, hiszen itt négy magyar bajnoki címet nyertél ebben a csarnokban, minden négyzetcentiméterét ismered. Milyen lelkiállapottal érkeztél ide? Igazából ugyanúgy készültem, mint a többi mérkőzése. Ahogy mondtad, szép hat évet töltöttem itt el, de ezzel most nem foglalkoztam a mérkőzés közben. Sajnálom, hogy nem sikerült győznünk. De abban biztos vagyok, hogy ez a két csapat ott lesz az élmezőnyben, úgyhogy legközelebb megpróbálom mi nyerni. Nagyon szépen köszönöm, Dávid, jó pihenést! Köszi! Ez a két csapat valóban biztos, hogy ott lesz a végelszámolásnál is az első két-három csapat helyén. Én Knézi Jenő kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!